Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rapi legény Zsuzsanna a Mazsihisz oktatásával foglalkozik, pedagógiával és az elnöknek tanácsokat ad. Kezdi csokolom, szép jó reggelt kívánok! Mi történik? Nagyon érdekes program, a gyerekekkel fog most foglalkozni. Hát én inkább a gyerekeknek adok tanácsokat és a madrihánknak. Köszönöm szépen az ismételt meghívást. Hát dicsekedni jöttem. Hallja. Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Ugye elindítottunk közel 4 hónapja a Rumbak zsinagógában egy kezdeményezést. 4 éves kortól bármicva korig, tehát 13 éves korig gyerekeket tanítunk vasárnap játékosan. És egy olyan hullám kapott el minket, olyan sokan jöttek, hogy kénytelenek voltunk az egész nyarat ezzel tölteni. Na, nem okozott ez olyan nagyon nagy problémát számunkra. De az a tervünk, hogy majd ezt szépen nyugisan elindítjuk szeptembertől, az így hiúsult meg, és hétről hétre óriási erőfeszítéssel a madrihák jöttek, terveztek, eszközöket csináltak. Úgyhogy most ott tartunk, hogy pénteken az első sabatunkat rendezzük meg, és Füreden kaptunk szállást, és oda megyünk le gyerekekkel. A Mazsihisz gyülőjébe, amit most újítottak föl. Igen, kétszer. Én egyszer lementem privát megnézni, hogy milyen az üdülő, hogy fogunk ott elférni. Most a héten a madrihákkal is lementünk, hogy esetleg, ha kell valami újratervezés, vagy jobb ötletük van, mert hát ők az agytrösztök, tehát ők találják ki, hogy mit, hogy kell a gyerekekkel. Fantasztikusak. És nagyon elégedettek vagyunk ott a fogadtatásunkkal, a segítséggel. Egy baj van csak, hogy a nézőink nem biztos, hogy mindegyik tudja, hogy mi ez a madrihá. Igen. A madrihák, hát mihez tudnám hasonlítani őket? Cserkész csapatok. Mint a cserkész csapat, de teljesen más. Tehát olyanok a madrihák, akik mondjuk ilyen tanító segédek, akik tanulnak, tehát eleve már tanultak zsidóságot, aztán utána telt múlt az idő, bármicvák voltak, tehát elérték a zsidó felnőtt kort, és úgy döntöttek, hogy szeretnék ezt a tudást továbbadni, és most ők tanítják a gyerekeket, kis tanítók. Nagyon klassz. És mi várja a gyerekeket, akik mennek? Hány gyerek megy? Majdnem 20 gyerek jött össze egy hónap alatt, tehát erre az egész projektre volt körülbelül, hát mondjuk, hogy másfél hónapunk. De itt fiatalkorú gyerekekről beszélünk, kisgyerekekről. 6 éves kortól jöhetnek. Hogy fogják ők szülők nélkül bírni ezt? Hát tökéletesen, hát rumbi sabatont, haza se akarnak majd venni. Igen, mindenre fel vagyunk készülve, tehát nem ez az első munkánk. Én ezekkel a madrihákkal évek óta dolgozok, tanítottam is őket annak idején, tehát ennél azért nagyobb feladatokat is megoldottunk, de azért erre ott vagyok én, aki anyuka, nagymama, gyakorló nagymamaként, vannak olyan praktikák, hogy... Ezt még nem látjuk. Hogy ezeket át tudjuk hidalni. Mennyire vannak kapcsolatban a zsidó intézményekkel, például a bölcsöde óvodával, ami a Mazsihisz BZHJ? A Benyáminra gondol. Hát tökéletes. Tehát a Böcén Zsuzsival mi kooperálunk. Tehát én mióta megkaptam ezeket a projekteket, azóta én a Zsuzsival, ezt megelőzően is van privátin kapcsolatunk, mert az rengeteg unokám közül 2 pont az ő intézményük falait próbál. Mindegy, szóval, hogy nagy hálával tartozom nekik, tehát a 2 kicsi unokám oda jár hozzájuk, de mint szakember is nagyon-nagyon számíthatok a segítségére. Lesz egy közös projektünk 3-án, szeptember 3-án a Tolerancia Foci, ez is egy Mazsihisz BZH kezdeményezés, évek óta megy,
És oda például a Rumbach tanház, a Rumbi Katán, Rumbi Gadol és a Benyámin óvoda is kivonul, hogy programot készítsen. Az általános iskola és gimnáziummal milyenek a kapcsolataik a Sejberrel? Egyelőre oda még nem értem el, de tervezzük, hogy összefonodjunk. Ez nem megy máshogy. Tehát széthúzva nem tudunk dolgozni. Széthúzva tudunk dolgozni, de sikereket nem tudunk elérni. Tehát az, hogy legyen egy folytatólagosság, térben, időben, helyszíneken, ezt muszáj. Tehát muszáj összedolgoznunk, itt egyetlen egy cél kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, az, hogy tényleg óvodától, most már bölcsödétől, egyetemig legyen egy olyan útja a zsidó fiataloknak, ahova biztonsággal hétről hétre, akár napról napra be tudnak térni, és értéket kapnak. Mennyire fedezték fel a Rumbach zsinagógát a gyerekek? Imádják, de fantasztikus, tehát hogy maga a helyszín, én nem is, szóval, hogy nem is tudom ezt így egy szóval, fantasztikus, szeretjük, és mi kaptunk több helységet is, mert kell egy szoba a kicsiknek, kell egy szoba a nagyoknak, plusz van felnőtt tanítás, tehát így ezt is próbáljuk komplexitásában. Akkor azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen virágkorát éri a zsidó fiatalokkal való foglalkozás, hisz az izraeli kulturális intézetbe és szinte minden templom közelben is foglalkoznak a fiatalokkal, plusz óvoda, gimnázium, egyetem. Hát én nagyon remélem, de ez cél. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne az alap, és akkor erre kell építkeznünk, tehát minőségi építkezést. Ez eddig is megvolt. Már az én gyerekeim is fantasztikus ifjúsági közösségekbe jártak, a Bneakiva, a Somer, én nem tudom, tehát egyik táborból hazaértek, mentek a következőbe. Tehát mindig volt egy pezsgés, de ezt muszáj professzionálni, muszáj olyan hírérték... Szakemberekkel. Abszolút. És megbízható környezetben. Abszolút, igen. Ebbe teljesen egyetértünk. Mi erre, tehát nekünk ez a célunk, és mi erre törekszünk, hogy egy olyan közösséget, egy olyan közegben tudjunk üzemeltetni. Ez nem nagy üzem, tehát ez egy családi közösség, tehát otthont adni, inkább ezt mondom. És tényleg visszautalva a kérdésére, a Rumbach az pontosan, tehát otthonos, és megengedik a vezetők, hogy még otthonos, tehát hogy gyerek szempontjából is kapunk mondjuk, tehát hogy gyerekszobát csinálhassunk azokból a csodálatosan szép, új, modern helységekből. Tehát mint egy család. Tudunk imádkozni, tudunk játszani, uzsizunk, tudunk uzsizni, természetesen kapunk a limonádét, küldenek vasárnaponként a laki konyháról. Tehát, hogy tényleg egy olyan szervezett munka folyik, hogy mindenki jól érezze magát. Hát ez szenzációs még hallani is, jó? Gondoltam már arra, hogy be kéne segíteni a vidéki hitközségeknek is, hogy meg tudják szervezni az e fajta haladást? Már lokáción belül? Igen. Én nagyon sok mindenre gondolok, biztos, hogy nagyon jó lenne. Fel kéne térképezni, tehát... Igen, gondoltam rá, nagyon fontosnak tartom. Mit tudok én ebben tenni? Tehát mi az a pozitívum, mi az a jó dolog, ami után ezt tudjuk folytatni? Én azt gondolom, hogy részemről az első lépés az lenne, hogy például Szegedre tervezünk egy kirándulást a Rumbachal. De mondjuk, igen, ez a baj, hogy ugye annyira Budapesten gondolkodunk csak. Mindenféleképpen kell kirándulásokkal, külsős programokkal, ami nem lehetetlen megszervezni. És akkor a helyiek is beleszeretnek. Hogyne. Sőt, hát akkor azért Budapestre elég könnyen el lehet jutni, ide is jöhetnének hozzánk, hogy közös programokat. Akár itt lesznek a nagy ünnepek, amire érdemes lesz elutazni. Például nálunk az biztos, hogy a Simhat Torah a Rumbachban egy fantasztikus családi program lesz. Kit és hol kell keresni ahhoz, hogy a gyerekek, unokák csatlakozni tudjanak? Nekem van egy nagyon hosszú e-mail címem, a rapi.legény.zsuzsanna@mazsihisz.hu, de szerintem, hogyha felhívják a Síp utcát, és ott kérik a rabbiságról a rapit, akkor el fognak hozzánk kérni, és hamarosan meg lesz a weblapunk is.
bízunk benne, hogy egyre többen lesznek. Köszönöm, hogy itt járt nálunk, és csak ilyen jó hírekkel visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Rapi Legény Zsuzsanna a Rumbak zsinagógában működő Rumbak tanházat alapította és vezeti. Bízunk benne, hogy nagyon nagy sikerrel és jó pihenést a Balaton partján a Mazsihisz BZH üdülőjébe. Önnek ez nem lesz pihenés, mert figyelni kell a gyerekekre. És jó táborozás nekik, és mielőbb ilyen örömhírekkel visszavárjuk. Most előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk!